Díjak és oklevelek sorakoztak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum pedagógus napi rendezvényén. Elsőként a szakképzésért díjakat osztották ki. Szakképzésért díjban részesül dr. Hegedűsné Varga Zsuzsanna, a Nyíregyházi ST Sipkai Barna Technikum igazgató helyettese. Hegedűsné Varga Zsuzsanna korábban gyakorlati oktatási területen dolgozott, jelenleg a nevelési igazgatói helyettesi feladatokat látja el. 1988 óta vagyok pedagógus, és ugyanennek az intézménynek vagyok 1988 óta az oktatója, és én nagyon nagy titokban készültek a kollégák, nem tudtam erről az elismerésről, amit kapni fogok. A múlt héten csütörtökön értesültem róla, amikor megkaptam a meghívót, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és nagyon örülök neki. Nagyon régóta dolgozom a pályán, nagyon sok munkakörben dolgoztam ez alatt a 34 év alatt, és mióta a centrum van, és mióta pedagógusok vannak, ugye a pedagógusnak mindig is volt, mindig is lesz, és mindig volt, aki felkarolta, hogy megünnepelje a tanárokat és oktatókat. Baracska Antal 1981 óta tanára a Bánki Donát Technikumnak, 31 éve műszaki igazgató helyettes, a szakképzés szervezése tartozik hozzá. Sikerrel végzi a munkát, mert a Bánkiban jelenleg háromszoros a túljelentkezés. Törekedtünk arra, hogy mindig megújuljunk, és az újat próbáljuk a tanulóinknak közvetíteni. Az innováció az nagyon fontos volt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az országos tanulmányi versenyeken nagyon sok jó eredményt értünk el a tanulóinkkal. Csak hogy az idei évet említsem, az autoelektronikai műszerészek közül országos első helyet, elektronikai technikusoknál és az autószegnél országos második helyet értünk el. Hidas Éva okleveles faipari mérnök tanárként támogatja a képzések hatékonyságát, de ő maga is állandó résztvevője a továbbképzéseknek és konferenciáknak, emellett országos feladatot is ellátott, amikor a fenntarthatósági munkacsoportot vezette. A szakképzésben elértem olyan eredményeket, hogy 2017-ben aztán helyettessé, igazgató helyettessé választott az akkori igazgatónk, és a mindennapokra vagyok a legbüszkébb, hogy amint kérdezte is, hogy a társadalmi megbecsülésünk lehet, hogy most éppen nem a legerősebb, de olyan innovatív és kreatív oktatói légkörben dolgozhatom nap, mint nap, akik viszont megadják azt a pozitív löketet, azt az inspirációt, hogy ezt minden nap újult erővel tudjuk végezni a munkánkat boldogan. Az ünnepi eseményen Gurbánné Pap Mária főigazgató azt mondta, a szakképzési intézményekben évente közel 2000 szakembert képeznek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hiszen a vírushelyzet és a szomszédban dúló háború ellenére is az új élethelyzetekben is megállják a helyüket, és úgy gondolom, hogy nagyon aktív szerepet vállalnak a szakképzés átalakításában, a szakemberképzésben. A szakképzésben dolgozóknak egy különös feladatuk van, hiszen ki kell szolgálni a munkaerőpiacot. Évente közel 2000 szakembert engedünk útjára, csak néhány szakmát említve, fodrászok, szakácsok, hegesztők, informatikusok kezdik meg a munkát, és ebben óriási szerepe van az oktatóknak, akik a mindennapokban még mellette tehetséget gondoznak, segítik a lemaradókat, ha kell, szociális hátrányt pótolnak, és ha kell, akkor lelki támaszt nyújtanak. Én nagyon örülök annak, hogy ilyen eredményeket tudhatunk, ilyen versenyeredményeket magunk mögött, és hát nagyon fogékonyak a szakképzés nyújtotta újdonságok irányába, és nagyon sok országos rendezvénynek adhattunk otthon, úgyhogy azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az eredményekre, és akkor ünnepet kell, az ünnepnek teret kell adnunk, és ezekben az ünnepekben meg kell köszönni azt a munkát, amit ők végeznek. A három szakképzésért díj mellett további 14 oktató vehetett át elismerő okleveleket.